Na! Köszönjük szépen! Akkor most arra megyünk. Na, azért csak most kapcsolom be a kamerát, mert bent megy a tévébe a jogsértő zene. Az a lényeg, hogy volt egy ilyen challenge, én a nagy giroszt kértem, amit szoktam, amit már mutattam akkor, mint az alkarom. Bencék pedig pitásat kértek. És miután Bence benyomott egy pitát, utána még éhes volt, és még betolt egy 63 dekás. És most még gondolkodom, hogy spárba egy pár pogácsát benyomott. Sajtos fullos. Vagy egy stangli. Giroszt. Nyírbátori postaépület a világ legrondább épülete. Tehát, ha megnézed azt a dizájnt, azt... Há, most ugye milyennek kell lenni egy postának? Engem megjön el. Elküldöd nekem? Ja, amúgy ott is van egy giroszos. És ott nem jön jó? Jó, az is. Jó, az is, csak itt nagyobb a választék. Na. Jaj, hát Martin, tehát neki nincsen, de ilyen kajád az... Mekkora így, most még hosszában mennénk, mennyit mennénk Nyírbátorba? Hát itt már nem sokára itt kivezet a... Igen, ennyi volt. Aha. Amarra még lehet menni 3 kilométert Császári felé, tehát amerre én járok dolgozni. Na ez az a kurva útkereszteződés, amit állandóan szidok. Itt az, mert nézd meg azt, hogy itt mindenki balra kanyarodik, tehát aki onnan jön, az erre kanyarodik, aki innen jön, a három, tehát itt három sáv van, azok is általában balra kanyarodnak innen is. Tehát itt mindenki balra akar kanyarodni, és itt nincs egy kurva körforgalom. Tényleg itt lámpa nincs is? Itt nincs. Itt, de itt úgy képzeld el, itt olyan, mint az arab piacon, érted? Tehát itt az autók itt megállnak középen, és ilyen kölcsönösségi alapon, hogy kikit enged el, vagy... Aha. Tehát... Úgyhogy ez... Nagyon cinkes az ott. Szerintem mindenki elment strandolni, vagy mit tudom én, hogy kirándulni. Debrecenben mert van valami fesztivál. Az egyik néző live-ban. Én nem megyek Debrecenben. 50? 50? Aha. Az nagyon sok. Mondjuk azon azt hiszem. Az a fotel bástya. Hát a gyógyszertár is itt van az orrom előtt. Hát. Aha. Tehát relatíve jó ilyen frekventált helyen élni, mert... Fénykard. Wow. Most kíváncsi leszek a videóban, hogy milyen távol leszek. Elég távol. Egy látószer, ennél messzebb nem is kell menni. Na ezt mondjuk, ne vágj be! Úgyhogy közel van relatíve minden, csak unalmas. Tehát azért, ahogy mondtam, itt látod, itt 100 méternél messze nem kell menni sem erre. És mit akarok mondani, nem szoktak szokatlan nézni ezen a nagy szelfibottal? Nem szoktam én szelfibottal mászkálni egyébként. De annak idején néztek út, úgy bekanyarodtam itt valami sarkon, tudod, a háztem mellett, azt majdnem felnyásoltam vele valaki. De 2017-ben ez most miért szokatlan? Ott is van egy hotel, ott is van egy hotel. Figyelj, de a mi hotelünk az megvan. Na, neki szoba. Ja. Ez mindig itt van, tehát bármikor jöhettek. De jó meleg van amúgy. Ja, itt én is. Azt hittem, hogy esni fog. De mi úgy beborult, vagy mi? Aha. Na ott, ahol mi jöttünk, hát akkor még távol voltunk, de... Hát akkor még te is fényképeket küldözgettél, ugyanígy be volt borulva. Ja igen, hát ott egy picit azért igen. De utána néztem az appot, és akkor... Mi van, Maci, te lehetted magad nagyon? Tényleg? Ki vagy, Macko?
Amúgy nekem is megindultak a kis fázisok. Nem, előbb én megyek. Nem, előbb én megyek pisilni. Jó, előbb a házigazda hagyka kijön. Tamás. Előbb Zsani hat pisilni. Jó. Lányok ki az elsőbség. Nagyon nehezen ment bele, amúgy Tamás. De a lányok ki az elsőbség. De figyelj Tamás, hogy egy nem. Az rövid ideig. Ja. És az én... De figyelj, mit akarok, van egy WC papírod otthon? Le fog olvadni a matricát. Na van vagy 20 guriga. Van vagy 20 guriga WC papír. Nem a prózom elé, érted? Tehát veszek egyszer egy ilyen nagy családi csomagolást, és akkor kész. Az a nyári, tudod, az a nagyon mostag. Mindjárt tudom, betöröm az ajtót a szelfibottan. Négy családban dohányozni tilos? Még volt, aki dohányozott? Hát annak idején olyan volt, hogy dohányzóra is jön. Tudni, hogy a dohányzásot valahol nem jött. Ja, megint négy emeletet megyünk, Maci. Hármat. Elköltözött lejjebb a hamar. Azóta. Hallod? Ezt gondolod, hogy napokra én ezt tudom. Hat emeletet, tehát három ott lefel, azt én megjárom háromszor négyszer. Az meg semmi. 79 óta. De csak edződjetek. Aki hamar felér, az megy a WC-re. Tényleg azt mondom, aki hamar felér, az megy a WC-re. Én nagyon lenn vannak. Csukjuk ki. Csengő nincs. Na, gyerekek, Nyírbátori túra következik, autóval fogunk menni. Ugye? Igen, itt is kimehetsz. Ott is. Autóval fogunk menni körülbelül 100 métert. Mert Zsani fáradt, keverte magát, és azt mondta, hogy ő nem bír egy sétányt végig tolni Nyírbátorba. Meg lepróbáljuk javulni. Úgyhogy a papok rétjeig jobbra kell majd kanyarodni. Copyrightos. Jó, akkor most kikap. Bárj, ne! Bárj, ennyi is. Oké. Na. Szóval itt jobbra kanyarodunk. A árnyékba kellett volna állni a kocsival. Aha. Nem, mindjárt leülő a klíma. Na és akkor láthatjátok itt az egész cityt. Körutazás! És majd ott a nagy út kereszteződésnél, ahon a fehér kocsát megint jobbra. Na srácok, eljött velünk itt Tuli Tamás is. És megyünk Nagykárolyba. És megyünk Nagykárolyba, ami mai Románia. Már. Ahol tavaly előtt voltunk Támba Zsolt a biciklivel. És én meg még soha. Zsani, te? Attila, te? Selfie bot, víz. Fel vagyunk Poltak készülve. Poltak se van nálunk. Teljesen. Pénz van. Személyigazolvány. Személyigazolványunk van. Itt jaj. Jobbra. Jó. És a következő sarkon balra. A nagyháznál. Hát ez is egyenesen itt átjöhettünk volna. Itt balra. Igen, itt. Jézus, az hát ide látszik a ház, de ez nem messze, hát látszik az ablakból. Dehogy van messze csak. De messze van. Nagyon messze van. De messze van. Nagyon messze van, srácok. Nagyon messze van. Na itt a sétány eleje. Itt felállhatsz a fűrő, vagy mit tudom én valahol. Igen. Ez a... Nem tudom, hol lesz itt. Ó, de tép. Itt a fűre. Ahogy menni. Aha, ide ahonnan Angry Birds van. Nyugodtan. Nyugodtan. Ez a fesztivál tér. Itt szoktak mindenféle utcaszínházi fesztiválok lenni. Itt a... Menjünk bele az Angry Birds-be. Itt a Tau. Papu Kréti Tau.
ahol néha szoktam vlogolni, telente. Ó, de táv. Ez egy kis táv. Jaj, van itt egy minyom is. Száz méter. Lehet lesz most valami fesztivál megint aztán. Ja, lehet a dekorálnak. Na, ismét itt vagyunk. Nagy Károlyba. Megyünk pénzt váltani. Bence egyfolytában a telefon töltögeti. Senkit nem érdekelnek a kulturális műkincsek, örökségek. De érdekelnek. Mint például ez az állványzat. Nem tudom, állványzat. Meg ezek a keresztbe húzott kábelek. Ez úgy van, hogyha nem tudom lefotózni, akkor nem is voltani. Na, igen. Na, megkeressük a pénzváltót, ami állítólag erre van. Én is úgy emlékeztem, hogy erre van csak. Csak merre van? Merre. Meg itt nem érdekel. Tehát, ahogy Pösten is mondtam, hogy azok az emberek, akik ott szembe jönnek, ja, nem, azok nem a jó eséllyel nem találkozom életemben még egyszer. Nem ez az. Nem, ez nem az. Az volt. Eddig volt itt a szombaton. Ez volt a pénz van? Ez volt a pénz van? Szombaton úgy küldték. Jó, hogy az... Eddig. Ja, három, egy. Hát nem fogok venni semmit. Ha magsz a bankkártyáról, mert ugye ennek európai bankkártyáról. Ahaj, sejtő. Mert? Nem tudom. Meg lehet kérdezni valahol, de... Hát tudod, ma már új bankkártyák vannak. Hát hol van egyáltalán izé? De Szlovákiában úgy nyomtuk. Bankkártyóval, sőt, hát nem lehet kérdezni. Ki van cipész? GoPro. Nem láttak még ennyi bloggert egy négyzetméter. Lógnak mindenkiből a drótok kifele. Drótok. Igen. Jó, többiek felismerhetők, hogy ez igazolvány kép alapján bejön, nem? Na, merre menjünk? Na, akkor ez volt a pénz. Te honnan tudod, hogy ez volt a pénz? Azért, mert benéztem, és a tipikus pénzváltó. Tipikus pénz? Nem látom volna. Hát meg Texin, az olyan, mint a DAX, és az meg már... Hát akkor meg kell kérdezni az étterembe, hogy lehet-e kártyára inni. Vagy ha van nálatok euró. Nálam van egy pár euró. Nincs egy év erre fele egyébként, hogy egy... Például, értettet, hogy tudom egyetlen, bármi. Ha voltál erre, akkor láttál valami ilyet? Nem, mert mi nem mentünk olyan 7 helyre. 7 euró 50 cent. Az sok. Az itt mit ér? Hát, semmit. Nem? Hát amennyit otthon ér, annyit ér itt is. Annyit ér itt is, persze. Hát ide, a forintnál minden jobb. Ez 2000 forint. Hát jó, de most mit tudtad 2000 ért? Hát egy abból kávét, nyugodtan lehet lecsörözni. Abból simán sörözhettek. Egyszerűen én mondjak. Két kávét mivel? Egy kávét négy cibószállal, az egy egyszerű.
ki az utcán valakit, aki felváltja a pénzt. Kafka Margit háza, gyerekek. Ja. Itt mentek el, mert azt nem is nézitek, Kafka Margit háza. Ha, mi néztük? Igen, és ez is az. Igen, hogy Kafka Margit általános iskolába jártam. Közi Kafka. Közi Kafka, az általános iskolába jártam. Magyarországon, hogy itt még az étteremben is lehet. Tényleg. Komolyan. Meg a kocsmában is, minden is lehet. Diszkóba, szórakozó helyen, minden itt lehet. Izék, pincérök, mind. Hát nekem nagyon turistának tűnnek ők is.